Üdvözlöm nézőinket, friss napszemlénket látják. Előbb nézzük röviden a fontosabb témákat, majd jöhetnek a részletek. Március 1-től igényelhetőek az egységes mezőgazdasági támogatások. Az ezzel kapcsolatos újdonságokról is tájékoztatják az érdekelteket. A szakközépiskola korábbi épületébe költözött a ditrói Siklódi Lőrinc általános iskola, hamarosan felújításon is átesik az épület. Fiataloknak segítenek Székelyudvarhelyen, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Szerdától igényelhetőek az egységes mezőgazdasági támogatások a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség irodáiban. Az elkövetkező 5 évre érvényes új agrárstratégia számos újdonságot tartalmaz. Változik esetenként a támogatás értéke, és vannak új juttatási formák is. Mindenről részletesen holnap Gyergyó Alfaluban Gazdafórum keretében tájékoztatják az érintetteket. Március 1-e és május 15-e között fogadják a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség az APIA helyi kirendeltségein az egységes mezőgazdasági támogatásokra vonatkozó igényléseket. Ahogy azt már megszokhatták, az érintettek személyazonossági igazolvánnyal a gazdalajstrom kontszám, valamint nagyon sok esetben állatorvosi igazolással kérvényezhetik a juttatásokat. A 2023-2027-es időszakra vonatkozó új agrárstratégia miatt több változással számolhatnak a mezőgazdaságból élők, illetve az érintett intézmények. Például változás van a támogatás mértékében. Az idéntől változások vannak, mindenki esetében lesz egy alaptámogatás, ez 2023-as évre 96 euró, nagyjából jön rá egy visszaosztásból származó összeg, itt változások vannak, eddig az 5 és 30 hektár közötti gazdaságok vették ezt az összeget igénybe, most pedig 1 és 50 hektár közötti gazdaságok kaphatják, tehát mindenki, aki nálunk, illetve a Gyergyó-Szentmiklósi APIA-nál teszi a kérést, ide beinkadrálódik, 50 hektár fölöttiek nem kaphatják ezt a támogatást. Erre rájön még a mi zónánkban a hegyvidéki zónás támogatás, ez egy 94 eurós, tehát ez a három támogatási tétel mindenkinek be tud jönni, ez összesen 240 euró körüli összeg, ami azt jelenti, hogy durván 1200 lejről beszélünk. Ez az alaptámogatás kiegészíthető további juttatásokkal, amennyiben az érintett gazdák megfelelnek a feltételeknek. Ezt az alapcsomagot tudjuk felöltöztetni különböző vállalásokkal. Itt beleértjük a fiatal gazda támogatást, ami egy 46 euró per hektáros támogatás. Ide viszont az idéntől már mezőgazdasági végzettség szükséges. Akkor van egy olyan típusú támogatásunk, ami 10 hektár fölötti szántóval rendelkező gazdálkodóknak adhatjuk. Ennek is megvannak a feltételei, tájékoztatókat mind elmondjuk. Aki pedig 1 és 10 hektár közötti gazdasággal rendelkezik, ide nagyon sokan beleférnek, van egy típusú támogatás, amit igényelhetnek, ez plusz 76 eurót jelent, viszont van egy nagyon lényeges alapfeltétel, hogy az egész gazdaság nagyságát le kell fedni állatállománnyal, azért egész 3 és 1 szarvasmarhegység között. Ez azt jelenti, a példáért mondom, hogyha van egy 9 hektáros gazdaságom, akkor 3 és 9 felnőtt szarvasmarha között kell lenn például a gazdaságban. Juhoknál más számokról beszélünk, tehát ez a lényege. Ha szántó területen van csak, akkor is szükséges az állatlefedettség. Az elkövetkező 5 éves időszakban új támogatási formák is lesznek. Ide tartozik például az úgynevezett állatjóléti juttatás. Lesz a továbbiakban is kultúrnövényekre, azaz lucernára adott támogatás. Az állattartók esetében a prémium támogatás, lesz nemzeti kiegészítő tejtermelők számára, valamint biogazdaságoknak szóló támogatás is. Az újdonságokról március 3-án pénteken délelőtt 10 órától tájékoztatják az érdekelteket a Gyergyó Alfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház színház termében. Ide várják az összes gyergyószéki gazdát.
Hargita megyében egyébként mintegy 26 ezer, Gyergyószékről több mint 4 ezer gazdától várnak kérelmeket a különböző támogatásokra a már említett március 1-e és május 15-e közötti időszakban. Mától lehet a távhőért is fizetni az energiautalványokkal, tudtuk meg a Gyergyószentmiklósi Posta hivatalnál érdeklődve. A hivatal munkatársai a helyi közmű által kiállított számla értékéből kivonják az ivóvíz és csatornadíjat, a fűtésre és melegvíz előállításra használt hőszolgáltatás árát az utalvánnyal törlesztik. Időt vesz fel a folyamat, emiatt előfordul torlódás az ablaknál. Az energiakártyával való fizetésért az ügyfeleknek az utalvány mellett a számlát és a személyi igazolványukat is fel kell mutatniuk. Fontos tudnivaló az is, hogy a víz és csatornadíj értékét külön a közmű pénztáránál vagy más kifizető pontokon kell törleszteni. Ismét diákok lakták be a ditrói Puskás Tivadar szakközépiskola egykori épületét, most már a Siklódi Lőrinc általános iskola osztályai járnak ide, hamarosan pedig felújításra is sor kerül, hiszen pályázatot nyert e célra az önkormányzat. Mint arról a napszemlében beszámoltunk, teljesen felújított épületbe, az egykori bentlakás épületébe költözött a ditrói Puskás Tivadar szakközépiskola. Így azok a termek, ahol korábban tanultak a diákok, üresen maradtak. Az önkormányzat már korábban eltervezte, hogy az üres épületbe beköltözik a Siklódi Lőrinc általános iskola, melynek egy része bérelt épületben működött. Az egyházi épületet visszaadják tulajdonosának, miután már az iskolásoknak nincs szüksége rá. A költözésre az elmúlt hetekben került sor, ugyanis előbb szükség volt néhány sürgős munkálat elvégzésére. Az osztályok, az irodák, valamint a könyvtár is a tágasabb épületben működik már. A tavaly ősszel, amikor a Puskás Tivadar szakliceum kiköltözött és beköltözött most az új helyére, utána nekifogtunk ennek az iskolának, hát egy felújításnak, de úgy kell elképzelni ezt a felújítást, hogy erre megnyertünk egy pályázatot, amely az elkövetkező időben fog beteljesedni, de ahhoz, hogy az iskola most tudjon beköltözni, a minimális javításokat meg kellett csinálni. Farlat levakarni, új hálózatot építeni, villanyhálózatot, és új meszelés, stb. Ezeket meg tudtuk csinálni, és a február folyamán nagyon örültem annak, amikor láttam, hogy az igazgatónő és a tanítónők megkérésére majdnem minden szülő itt volt, kitakarították az egész iskolát, és február utolsó hétvégén beköltöztek. Úgyhogy március 1-ével gyakorlatilag itt kezdődött az iskola, az új Puskás Tivadar volt épületében, most már ettől lefelé még a szoktasúbanunkat is a Siklódinak hívjuk ezt az iskolát. Az iskola hamarosan nagyszabású felújításon esik majd át, erre pályázatot nyert az önkormányzat. A tervek már elkészültek, a munkát is szeretnék idén elkezdeni. Az iskolára benyújtottunk az Országos Befektetési Ügynökséghez egy pályázatot, ez nyertes lett. Most kell letegyük a terveket, elkészültek a látványtervek, nagyon szép. Kért az iskola vezetősége, hogy legyen hátul egy olyan rész, egy olyan aula rész, ahol a gyerekek mondjuk egységesen ott tudnak lenni egy zártabb környezetben, oda tudtuk terveztetni. Összehoztuk, összehangolta a tervező, nagyon szép ügyes tervet készített. Összehangolta, amivel a két iskola síkban, nem egy síkban van, hanem kicsit eltolva. Hát megpróbálta egy síkba kihozni ezeket, nagyon szépen ügyesen meg van oldva. És hát itt az iskola felújítás arról fog szólni, hogy teljes ajtóablakcsere, ahol kell nyilván, mert az első részén ki volt simán cserélve, a hátsó fele ott teljesen cserélni kell. És hát gyakorlatilag a két iskolából úgy csinálni egy iskolát, két épületből úgy csinálni két, úgy egy épületet, hogy átjárhatók legyenek a folyosók, és minden teljes felújítás padlótól teljesen mindenféle felújítva itt. A községvezető azt reméli, ősszel elkezdődhet a felújítás. A munkát mindenképpen úgy szeretnék megszervezni, hogy jól tudjon haladni a kivitelezés, de semmiképpen ne zavarja az oktatást, ugyanis jelenleg több mint 400 diák tanul az épületben.
Nem kell fizetni még a parkolásért Gyergyószentmiklóson, hívta fel a figyelmet ma a Városháza. Sem a parkolóóráknál, sem SMS-ben nem kell jegyet váltani. A parkolási rendszer elindulásához még akadt tisztáznivaló, közölte Lennemil alpolgármester. Mielőtt élesítik a rendszert, részletesen ismertetik a tudnivalókat, az már biztos, hogy tesztelési és türelmi időszakkal indítják majd. Elkezdődött ma délelőtt a Kertészeti Napok 6. kiadása Csíkmadarason. Kerekasztal beszélgetések, hasznos előadások várják a kertészet iránt érdeklődőket, és a Ribizli borverseny díjátadóját is megtartják a szombaton záruló rendezvényen. Ma kezdődött el a 6. kertészeti szakmai napok és konferencia a Csíkmadarasi Garden Project Kft., a Ribon Natur Szövetkezet és a Székely Gazdaszervezetek Egyesületek közös szervezésében. Az eseményt a házigazda nyitotta meg. Ahogy látom, fiatalok, egyetemisták, mindig vágyott, elég szép számmal vannak, gazdák is, úgyhogy az elmúlt évek tapasztalatából és idáig beszéltünk a hagyományokról, beszéltünk a tájépítészetben is, a gazdaságban, a mezőgazdaságban is. Úgy gondolom, hogy most az innováció a jövő, és ezt kell, erre kell odafigyelnünk, hogy egy bármilyen irányba, tájépítészetbe, dísznövénytermesztésbe, gyümölcstermesztésbe, és a régió lehetőségeit kihasználva egy gazdaságos, könnyen megélhető családokat tudjunk összerakni. A megnyitót kerekasztal beszélgetés követte az új országos mezőgazdasági stratégia témában. Ugye elindítottunk egy folyamatot, egy olyan karavánt, amely révén a közös agrárpolitikának az újdonságait, az új stratégiai tervet ismertetjük a székelyföldi gazdákkal. Most már közel 50 fórumon vagyunk túl a 3 megyében, több ezer résztvevővel nagyon nagy érdeklődést övezi ezeket a találkozókat, hisz mindenki érzi azt, hogy a tudás, az új információ az mennyire fontos ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, mennyire fontos, hogy az új lehetőségekkel tudjunk élni, és hogy mennyire meghatározza itt, távol Brüsszeltől is, de az itteni gazdáknak is a megmaradását, a fejlődési lehetőségeit, az, hogy mennyire tudunk élni és alkalmazkodni ahhoz, amit a közös agrárpolitika előír, megszab, meghatároz számunkra. A nap további részében számos szakmai előadó tartott bemutatót különböző témákban, mint kertészeti technológiák, infrastruktúra, természetes energia megtakarítás és növényvédelem, fürdőtavak alkalmazása, továbbá robotizált technológiák. Pénteken a szakmai előadások délután 4 óráig tartanak. Az érdeklődők megismerhetik a mikroszaporítással előállított növények világát, a kertészetben alkalmazható digitális eszközöket, a bogyós gyümölcsök termesztését, a vízszigetelést, valamint betekintést nyerhetnek a gyümölcsfeldolgozó üzem világába is. A napot a 2. Ribon Ribizli borverseny díjátadó gálája zárja. A Márciuska kupán szerepeltek az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub Gyergyószentmiklósi és Sepsiszentgyörgyi sportolói március 1-én Marosvásárhelyen. A naptári tavasz első napja számukra aranyesőt hozott. 11 sportoló közül 8-an szereztek aranyat, közülük 5-en már az első menetben döntő fölénnyel lezárták a mérkőzésüket. Két közös projektjéről számolt be sajtótájékoztatón a Hargita Business Center és a Civitas Alapítvány. Mindkettőnek az a célja, hogy segítse egyes rétegeknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedését. A kedd reggeli sajtótájékoztatón először a Future Builders projektről számolt be a két szervezet, amelyet most zártak le. Ennél a főpályázó a Hargita Business Center volt, akiknek ez volt az első nagyobb finanszírozású Európai Uniós projektje. A program célja, hogy segítse a végzős diákok elhelyezkedését az itthoni munkaerőpiacon. A Future Builders projektünknek elsősorban az volt a célja, hogy a szakiskolákban, szakliceumban lévő diákokat, kereskedelem profilon lévő diákokat minél több olyan céghez juttassuk el szakmai gyakorlat során, ahol egy picit a kultúrát, a munkafolyamatokat, a tevékenységeket jobban megismerik, ezáltal lehetőségük van sokkal jobban eligazodni a majdani munkaerőpiacon.
A projektnek három fő tevékenysége volt. Az első tevékenység az a szakmai személyiségnek a feltérképezése. Ezt dedikáltan a specifikus tesztekkel, illetve közös beszélgetésekkel végeztük el. Majd ezt követte a 144 diák esetében egy szakmai gyakorlatos tömb, 4 hétből álló tömb különböző cégeknél, és végül 70 diákot választottunk ki annak érdekében, hogy egy olyan 96 órás képzésen vegyen részt, ahol kompetenciákat fejleszthettünk, önismeretet növelhettünk annak érdekében, hogy ugyancsak jobban el tudjanak helyezkedni majd a munkaerőpiacon. Annak nagyon örülünk, hogy ez a projekt abszolút sikeres volt, hiszen 37 diák munkába állt, bizonyítottan munkahelyet szerzett annak érdekében, hogy ezt a fajta tudást és tapasztalatot kamatoztatni tudja majd. Hát én a szakmai gyakorlatra legelőször az Alsó Merkurnál kaptam helyet, hogy oda irányítottak, és utána pedig egy nagy ker városhoz, tehát a Zodoreszthez, a HBC mellett. Igen, de hogyha jól értettem, te most már egy webshopnál dolgozol, az hogy jött képbe? Hát az úgy jött képbe, hogy nyáron munkát kerestem, és Timiék segítettek a HBC-től munkát találni, és így egy rövid időszakra így beálltam a webshophoz besegíteni. Tehát igazából adott egy kapcsolatrendszert is, amin keresztül tudtál érvényesülni. Így van. Miért volt számodra hasznos ez a program? Hát így jobban beleláttam a kereskedelmi vállalkozás belső struktúrájába. Tehát nem azt láttam, mint más praktikán, hogy kim vagyunk az üzlettérben, sepregetünk, vagy éppen polcot pakolunk, hanem így a belső dolgokba is jobban beleláttam. Ezt követően egy ugyancsak Európai Uniós pályázatot mutattak be, amely esetében a Civitas a főpályázó. Ennek keretein belül 29 év feletti munkanélküli személyeknek tartanak szakács, pincér és vállalkozói képzéseket, ezzel segítve azt, hogy munkára találjanak. Olyan emberekről beszélünk ebben az esetben, akik 30 év fölötti munkanélküliek, illetve inaktív személyek. Tehát egy hátrányosabb helyzetű célcsoport, aki a projekt segítségével újra el tud indulni. Mi a megvalósulási folyamat? Arról szól az egész projekt, hogy képzést biztosítunk, szakmai képzést két területen, pincér és szakács tanfolyamon keresztül, illetve vállalkozási kompetenciákat fejlesztő képzést biztosítunk egy részének, azoknak az embereknek, akik bekerülnek a célcsoportba. Itt összesen 105 személyről van szó, és ez a 105 személy részesül ezekben a képzésekben. Ugyanakkor egy másik összetevője, fontos összetevője a projektnek az, hogy segítsünk is, hogy ezek a személyek el tudjanak helyezkedni, tehát konkrétan kenyérbe álljanak, ahogy szokták ezt mondani. Ezt egy különleges szolgáltatás segítségével fogjuk megvalósítani, amelynek keretében információ, tanácsot fognak kapni az érdeklődők, és nem utolsó sorban pedig segítünk is abban, hogy összejönnek a munkáltatóval, és így egymás kölcsönös igényeit figyelembe véve egymásra találnak, és együtt kezdenek majd dolgozni a továbbiak. A képzés időtartama 720 óra, ebből 240 elmélet és 480 óra gyakorlat. A képzést elvégzők Európai Uniós szinten elismert oklevélhez juthatnak, valamint ösztöndíjban is részesülnek. Az első képzési napot hétfőn tartották. Elégedettségét fejezte ki Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke az új tanügyi törvénytervezettel kapcsolatban, amelyet hétfőn mutatott be Ligia Deca tanügyminiszter. A szövetség elnöke elsősorban a kisebbség javát szolgáló változtatásokat hangsúlyozta. Jövő bemutatónak nevezte az új tanügyi törvénytervezetet Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. Ugyanakkor elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok esetben visszaköszönnek azok a javaslatok a törvény szövegében, amelyeket a szövetség az RMDS-szel együtt megfogalmazott. Ezek a javaslatok elsősorban a kisebbségek nyelvén történő oktatás szervezésre vonatkoztak, de kiterjedtek az egész oktatási rendszerre. Én úgy látom, hogy itt ebbe a mostani változatban, ha ez át fog menni a parlamenti vitán is,
akkor az az előrelépés, azt az előrelépést tapasztalhatjuk meg, hogy a szórványban működő kisebbségi nyelven zajló oktatási formák, legyen az osztályok, vagy tagozatok, vagy akár csoportoknak a megtartása, ez sokkal zökkenőmentesebben történhet meg. Ez annak a cikkeinek köszönhető, amely szerint nem lehet bezárni azt az iskolát, amely egy településen belül egyedüliként biztosítja a diákok számára az anyanyelvi oktatást, a tanulók létszámától függetlenül. A tervezetben kiemelkedő továbbá, hogy a minisztériumnak egy külön országos programot kell indítania, amely a román nyelv megtanulásában segíti a kisebbségeket, ugyanakkor az elvégzett szakhoz igazodó érettségi vizsgát vezetne be, és kiegészítő vizsgát tenne kötelezővé, amely a vizsgázók alapismereteit mérné fel a szaktól eltérő területen. Borús Siklódi Botond elmondta, a törvényjavaslatban azt kérték, hogy az alapvető változtatások ne egyik évről a másikra történjenek, hanem egy egész ciklusra kiterjedően, és a szakaszzárást követően történjen egy nagyobb mértékű változtatás. Az új tanügyi törvénytervezetet hétfőn mutatta be Lígiát DK tanügyminiszter, és 10 napos közvitára bocsátották, amelyet követően a parlamentbe kerül. Két évre növelik az összeszokási szabadság idejét örökbefogadások esetén, és havi juttatásokra is jogosult lesz az örökbefogadó szülő. Az új rendelkezés nem csak az örökbefogadó szülőknek biztosít ugyanolyan jogokat és lehetőségeket, mint a biológiai szülőknek, de a gyerekeknek is jobb így. Egy évről két évre növelik az összeszokási szabadság idejét örökbefogadások esetén, és havi juttatásokra is jogosult lesz az örökbefogadó szülő. A tervezetet a képviselőház kedden fogadta el döntőházként. A családnak ezáltal biztosítják, hogy felkészüljenek a változásokra és átalakítsák az életüket, nyugodt és szeretetteljes környezetet teremtve az új családtag fogadására. A következő módosítás ez azt célozza, hogy igenis több időt legyenek együtt, amikor az új családtag megérkezik. Ez abban az esetben alkalmazandó, hogyha 2 éves, illetve fogyatékos gyerek esetében nagyobb, mint 3 éves gyereket fogadnak örökbe a szülők, mert azelőtt jár a gyereknevelési szabadság, ugyanúgy az örökbefogadó szülőknek is. Az új rendelkezés az örökbefogadó szülőknek a biológiai szülőkkel egyenlő bánásmódot biztosít, hiszen számukra eddig csak egy év volt az összeszokási szabadság időtartama. Az összeszokási szabadság idején a juttatásokat hasonlóan számolják ki a gyermeknevelési szabadságon lévő szülők juttatásával. Az állam egyébként már a gyerek örökbefogadását megelőzően is támogatja a leendő szülőket abban, hogy meglátogassák a gyereket, és finanszírozni tudják az utazás és a szállás költségeit. Ha valaki fogyatékos gyereket vagy testvéreket fogad örökbe, abban az esetben is jelentős állami támogatásban részesül. Most pedig nézzük még egyszer röviden a kiemelt témákat. Március 1-től igényelhetőek az egységes mezőgazdasági támogatások. Az ezzel kapcsolatos újdonságokról is tájékoztatják az érdekelteket. A szakközépiskola korábbi épületébe költözött a ditrói Siklódi Lőrinc általános iskola. Hamarosan felújításon is átesik az épület. Fiataloknak segítenek Székelyudvarhelyen, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Ez volt a Napszemle csütörtökön, holnap este ismét jelentkezünk, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.